Paksi Energetikai Szakképzési Intézet az ország első olyan középfokú iskolája, ahol az oktatás, nevelés, technikai és anyagi feltételeit egy nagyüzem, az Atomerőmű Vállalat biztosítja. A képzés atomerőműgépész, géplakatos, műszerész, számítástechnikai és villamosipari szakon történik. Az intézetben a számítástechnikai szak kivételével az első éves gyakorlati foglalkozást a fémipari alapképzés jelenti. E képzési forma korszerűsítése érdekében az intézmény vezetése pályázatot írt ki, amelyben követelményként egy olyan végterméket várt, ami magába foglalja a fémipari alapképzés valamennyi fázisát. Az értékelés után a megvalósítást egy go-kart versenyautó komplett elkészítésének pályázata nyerte el. Első egy-másfél hónapjában a tanulók megismerik az egyszerű és nagy pontosságú mérő és ellenőrző eszközök kezelését, illetve alkalmazását. A sík és térbeni előrajzolás alapismereteit, a különböző eszközök használatát a tanulók már konkrét részelemek elkészítése során sajátítják el. Az alkatrészek sokfélesége lehetővé teszi az elmélet és a gyakorlat közvetlen kapcsolatát. Az egyszerűbb alkatrészek gyártásakor megismerik a fémek kézi megmunkálási eljárásait, amely lehetőséget teremt a helyes munkafogások begyakorlására. Beépítésre kerülő alkatrészek jelentős része lemezmegmunkálási eljárással készül. Ezek közül most az üzemanyagtartály, és a rezonátor kialakításának munkafázisa látható. A képzési terv egyik fontos területe a fémek kézi és gépi forgácsolásának átfogó ismerete. A fúrás, süllyesztés, menetfúrás és dörzsározás műveleteit a tanulók gyakorlati munka során sajátítják el. Thank you.
kokart egyik legfontosabb szerkezeti része az alváz. A méret és alakhűség mellett igen szigorú követelménynek, így rugalmasságnak, szilárdságnak, hegeszthetőségnek kell, hogy megfeleljen. A csereszabatosság megköveteli gyártó és összeállító sablonok készítését. Ilyenek például az alváz, a futómű és a furat sablonok. A hegesztési varratokkal szemben támasztott magas követelmények miatt ezt a munkát a szakoktató végzi. A tanulók ez irányú ismereteiket próbadarabokon sajátítják el. Forgácsológépekre vonatkozó szerkezeti és működtetési ismeretek elsajátítása után a tanulók a gyakorlatban bizonyítják tudásukat. Az alapvető technológiai, megmunkálási eljárások, mint például átmérőzés, hossz-esztergálás, beszúrás és leszúrási műveletek gyakorlásakor a tanulók méretráhagyással forgácsolnak pontos méretre. E feladat begyakorlása után kerül sor az alkatrészek végleges méretű forgácsolására. Az illesztett méretek megmunkálását szakoktató tanár felügyeletében végzik. A méretláncok kialakítása során a tanulók megismerik a gépelemek pontos méretének és egymáshoz kapcsolódásuk jelentőségét. Ezután kerül sor a gyártott és a kereskedelemből vásárolt alkatrészeknek rész és szerkezeti egységé, majd kézgyártmánnyá történő összeszerelésére. E munka megkezdése előtt ismertetésre kerül a szerelési sorrend, amihez összeállítási rajz nyújt segítséget. Az egymásra épülő feladatok elvégzése során a tanulók megismerik a különböző gépelemek funkcióit, működésbeli szerepüket és szakszerű szerelésüket. Elkészült versenyautónak a próba üzemeltetés során minden tekintetben meg kell felelni a szigorú előírásoknak. Itt már nem csak a gép, hanem a tanulók is vizsgáznak.
korszerű fémipari alapképzési forma bebizonyította létjogosultságát, hiszen a 14-15 éves tanulók számára ez nem csak vonzó, de rendkívül hasznos is. Az öntevékeny és fegyelmezett munkavégzés mellett megteremtette a go-kart versenyzés technikai bázisát is.